nagyon sokféle tervezői szemlélettel találkoztam már a stiló forgatások alkalmával. Lenyűgöznek az egyedi szabások és a minőségi anyaghasználat. Szeretem az egyszerű és elegáns darabokat, amelyek mindig időtlenek maradnak a női és férfi szabászatban egyaránt. Mai adásunkban férfi szemmel tekintünk a divat világa felé, méghozzá egy olyan sokoldalú előadóval, akit már jó pár karakterbőrében láthattunk videóklippekben és a színpadon egyaránt. Veréb Tamás színész énekes első szerepét 9 évesen kapta a Miskolci Nemzeti Színházban. Azóta számos zenés szerepben láthattuk őt az ország legnagyobb színpadain. Az előadót elsősorban musical szerepeivel azonosítják, de az elmúlt években arra törekszik, hogy a könnyű zenén keresztül még több emberhez eljusson. Csak vagyunk, te meg én. Most mi elvesz prioritást az életedben, most éppen mi munkálkodsz? Elsősorban a zene. A saját zenei önkifejezés az, amin legtöbbet dolgozom. A színház egy picit szándékos döntés által, illetve úgy valahogy a világ összjátéka által egy picit a háttérbe került. Nagyon nem bánom azt a részét, hogy én most egy kicsit kimaradok belőle, vagy hogy nem vállalok akkora szerepet talán, mert már évek óta azt tervezem, hogy a zenéléssel folytatom az utamat, és erre nyilván ez egy remek lehetőség. Ezért te vagy az egyik színész, akinek az arcához kötődik jelenleg a Puskás Musical főszerepe, és hangjához is. Így van, ez egy óriási dolog. Nekem is, tehát megélni azt, hogy évek óta, 3 évvel ezelőtt mutattuk be egyébként a Puskás Musicalt, aminek a felkérésekor természetesen az első kérdésem az volt, hogy ugye nem kell focizni az előadásban, mert hogy ugye azt nagyon nem tudok. Viszont amikor kaptam egy ilyen felkérést, tehát az egyértelmű volt, hogy erre nem lehet nemet mondani, és nem is akartam. Szente Vajk, a darab írója és rendezője nagyon megtisztelő helyzetbe hozott ezáltal, és egyébként érdekes, hogy pont ezt említetted, bennem még ez is úgy csapódott le, hogy egy picit ez is afelé tól, hogy most már itt az ideje a saját történetemet is elmesélni, hogy ha az ember 20 és 30 éves korok között, ugye, amikor a legtöbb nagy szerepet eljátszhatja, hogyha ott azt érzi, hogy elérkezett egy olyan pontra, ahol egy ilyen szereppel megkínálják a legismertebb magyar embert, egy sport legendát, egy ikont kell egy 3 órás zenés előadásban megformálnia, egyedüli színészként, előadóként, akkor ott egy picit elgondolkozik az ember, szerintem legalábbis én elgondolkoztam, hogy jó, szuper, de akkor hogyan tovább? Tehát mi az a szerep, amit ezután el lehet vállalni. És most azt éreztem, hogy itt az ideje annak, hogy egy picit megtartva ezeket a nagy fajsúlyos szerepeket, mint mondjuk a Puskás Ferenc szerepe, vagy mondjuk Baradlai Jenő szerepe, a Kőszívő a Baradlai legendában, hát nyilván ezek mind-mind nagyszerű szerepek, nagyon jó lehetőségek, és ezeket megtartva egy picit saját utamra, saját történetemre fókuszálni. Olyannyira, hogy a zenei pályádban is volt most egy kis változás. Már jó pár éve törekszel erre, hogy eddig Veréb Tamás néven jelentek meg dalaid, és most Tom Sparrow néven akadhatunk rád. Veréb Tamás az bizonyos közönségnek csak színész. És mondjuk a zenei dolgokat kevésbé tudják befogadni tőlem. Ez az én személyes tapasztalatom, és emiatt döntöttem úgy, ami egyébként az én segítségemre is szolgált, hogy akkor itt az ideje lépni egyet és beleállni abba, hogy ezek a zenék, ezek egy teljesen új hullámos, teljesen új gondolatok, egy olyan oldalamról, amit eddig mondjuk esetleg még nem mutattam meg a közönségnek. Minden rendben, csak szebbek a fények az ég alatt ma, de minden rendben. Zeneileg is változtál, szövegekben is változtál, külsőben. Mi változott? Mondjuk az első videoklipekhez képest. Minden téren történt változás. Ha már említetted, hogy zenében, szövegben, hát itt a legnagyobb változás az, hogy ugye az első egy-néhány dal az ugye még nem az én szerzeményemként jelent meg. Körülbelül szerintem 3-4 évvel ezelőtt írtam meg az első saját dalszövegem és az első saját dalomat. Szabad élet, szabad élet, szabad élet kell, veled élni 1000 évet, gyere szökjünk el. Mindenkinek más jelent egy dal. És ahogy én például megírtam mondjuk a Szabad életet,
rengeteg olyan visszajelzést kaptam, hogy ez mondjuk a közönségem közül kinek mit jelentett ez a dal. És az, hogy énekelték velem a koncerteken mai napig egyébként, ezek olyan élmények, amik mind-mind afelé tereltek, hogy igenis kell ez a változás, és jó ez a változás, amin éppen keresztül megyek. És ha már ugye itt vagyunk, és a lényeg, amiről beszélgetünk, ugye a stílus, az az, hogy az ember mit, igazából tök fura, hogy mit mutatsz meg magadból. Én például nagyon sokáig nem mertem, nem csak a magánéletemben, a színpadon sem igazán színeket viselni, hogy jó nekem a, mondjuk egy könnyű zenei fellépéssel, jó a fekete farmer, sportcipővel is, mondjuk egy fekete póló. Hello, sziasztok! Láttunk téged a Csináljuk a Fesztivál című műsorban is. Milyen élmény volt ott stylisttel dolgozni, mert azért ott nem hétköznapi ruhákat vehettél fel. Csodálatos Kerényi Virággal dolgoztunk együtt, akinek egyébként is régóta ismerem a műveit, a ruhakölteményeit. Viszont így a közös munka az pedig egy kifejezetten jó találkozás volt szerintem. Az ő stúdiójába lépve rögtön az egyik produkcióra rögtön kiszúrtam egy ilyen ocelot, ilyen párduc mintás, hát ilyen zakónak mondanám én, valószínűleg ő ezt egész másképp nevezné, valamilyen szakmai kifejezéssel. Ez gyakorlatilag ilyen zakó és jacky közti átmenet volt, tehát egy keményebb anyagú, ilyen nagyon divatos zakó, még egyszer mondom, ocelot mintás, tehát az életben eszembe nem jutna ilyen ruhát fölvenni alapvetően az utcán, de úgy voltam vele, hogy hát itt az ideje, hogy ha Veréb Tomi a színpadon van, akkor egy valami olyan ruhát vegyem föl, amire azt mondják, hogy wow, ott az a srác, ahelyett, hogy aha, ott van, nem tudom, x ember a színpadon, tehát hogy nyilván ruhában is éreztem, hogy kell egy olyan megjelenés, ami egy picit extrémebb, egy picit olyan, amire fölkapja az ember a fejét. Mi az, ami Tom Sparrowhoz most társítható stílusban? A színek szerintem egyértelmű. Nem akartam az egyik karakterből a másikba belépni, úgyhogy most igazából amilyen zenei téren is, amilyen útkeresés jellemző most a zenei dolgokra, szerintem ugyanaz látható a színpadon. Például van egy babakék rikító színű öltönyöm, amit el is hoztam nektek, és ha gondolod, meg is mutatom. Ezt meg is nézzük, menjünk, és útközben jönnek a villámkérdések. Oké. Első kérdés, színházi próba vagy klipforgatás? Klipforgatás egyértelműen. Melyik filmet láttad utoljára? A Gran Turismo. Kedvenc édességed? Gumicukor. Kedvenc sportod? A wakeboard. Kedvenc zenei előadód? Húha, Molnár Ferenc Karamell. Kutya vagy macska? Kutya, egyértelműen. Kedvenc kiegészítőd? Ez a gyűrű. Étterem vagy otthonfőzés? Otthonfőzés. Mi az, amit nem szeretsz viselni? Húha. Sí overall. Mi a bakancslistás úti célod? Dubájt szívesen megnézném. Látok itt egy öltönyt, amit említettél, és hát gyönyörű a színe egyébként. Nagyon köszönöm. Mikor megláttam az üzletben, rögtön azt gondoltam, hogy na, ilyen öltönyt ki fog megvásárolni, és aztán eljöttem, hogy én. Tehát ezt nem is stylist adta rád, hanem te vetted boltban? Nagyon sokat gondolkoztam vissza, és mentem az üzletbe, képzeld, mert az első benyomásom az volt róla, hogy ez egy Austin Powers öltöny, és hogy hát ez milyen hülyén állhat bárkinek. Aztán eljöttem, hogy milyen jó a színe, hogy ez egy igazi ilyen emlékezetes szín. Tehát, hogyha valaki egy ilyen zakóban a színpadra lép, arra emlékezni fognak. Az biztos. Azt nem tudom nem észrevenni, hogy nagyon nem látunk nálad mintásat. Van egy kockás ing. Ez nagyon sokszor volt már koncerteken, és tényleg, ahogy most kimondtad, nekem is most esett le, hogy amúgy nem nagyon szoktam mintás ruhákat venni, vagy ha megveszem, akkor utána nem hordom. Ez tök érdekes. Valamiért nagyon ezt a letisztult, egyszerű, egyébként színekben is inkább az ilyen pasztellebb, sokszor fehér, tehát fekete-fehér, szürke ilyen ruhákat hordtam. És már eleve ugye a színválasztás, már azt érzem, hogy az is egy vállalás részemről, tehát hogyha még ez mintás lenne, akkor az már az veszem, túl sok lenne egyben, igen. Nagyon szép ez az ing, de azért ebben is van egy kis csavar, vagy egy kis nem hétköznapi dolog. Ez az álló gallér, ez az egyik kedvenc ing dizájnom, ami elég jellegzetes egyébként valóban, és több ilyen ingem is van, tehát nagyon sokféle színben megvásároltam, mert az felvéve ad egy olyan tartást, mint hogyha mondjuk egy zakó lenne rajtam. Nagyon érdekes, hogy nem kell hozzá nyakkendőt venni, nagyon könnyen vasalható, ráadásul, ami azért nekem szempont.
Pedig egyébként én szoktam vasalni a saját ruháimat, meg a fellépő ruhákat. Tényleg én szoktam, többnyire. De ez például egy szempont volt, hogy itt ehhez nem kell nyakkendőt választani, és ez is ugye, ha a színét nézzük, nagyon sok mindennel működik. Fekete nadrággal, világossal, akár ilyen edzőcipővel, akár lakoscipővel, bármivel. Szóval te az az ember vagy, aki ha beválik egy fazon, akkor abból több színben is bevásárol. Abszolút mértékben. Hát erre van sok példa egyébként. Sőt, azt is látom, hogy vannak alapdarabok, mint farmerkabát, bőrdzseki, és van egy klasszik bőrdzsekid. Abban jöttem igazából, ezt csak véletlenül hagytam itt, de ezt is megmutatom. Nagyon érdekes sztoria van, mert az egyik legkedvesebb barátomnak ugyanilyen jackie van, és akkor megláttam rajta, akkor mondtam, hogy hát én is pontosan ezt a szabást keresem, úgyhogy nem szoktam ilyet, de bementem és megvásároltam, úgyhogy azóta mind nevetünk rajta, hogy melyikünk hordja ezt. Van egy kicsit felturbózott változatban is bőrdzsekid. Így van. Ez pedig az egyik kedvenc bőrdzsekim, ami a színpadi dzsekiket illeti. Nagyon szeretem azt, hogy itt ebben is tényleg a világ összes színe megtalálható, legalábbis az ilyen neon színek közül. Ezek színpadra baromi jól néznek ki. Ez a kabát a hétköznapokra? Mert most színpadra említetted. Működhet, igen. Ritkábban mennék föl egy ilyet, csak úgy mondjuk, ha elmegyek a boltba, amikor közért belemenni, nem ilyenbe mennék le. Beszéltünk az elegánsabb vonalról, hogy egy élénkebb szín az működik nálad. Mi van a laza vonallal? Mennyire vagy laza? Én nagyon. Melegítőben mászkálsz utcán? Ilyen pamut melegítőben? Simán. Nincsenek melegítő szettjeim. Én simán járok nyáron atlétába, ilyen edzős atlétákba. El is hoztam egy nagyon vicces darabot, ez az egyik kedvencem. Itt van. Amikor ezt az atlétát hordom, akkor mindig azt érzem, hogy egy picit, aki meglát ebben mondjuk egy konditeremben, az remélem, vagy hát reményeim szerint egy kicsit jobb kedvre derül. Kiegészítőkkel hogy állsz? Mert látom, hogy van rajtad ékszer, óra, nyaklánc, mindent, tehát akkor nem óckodsz ettől a gondolattól. Nem, egyáltalán. Nagyon szeretem a kiegészítőket. Nincs belőle sok, tehát én az a klasszikus típusú kiegészítő gyűjtő vagyok, akinek van, mit tudom, 2-3 darab órája, van egy-két ilyen karkötője, és mellette még van egy-két különlegesebb nyaklánc, ami mondjuk nekem jelent valamit. Ez a gyűrű például, amit viselek, ez sokan azt kezdik, hogy ez családi öröksége, hát ugye egy pecsétgyűrű gyakran az, de erre szoktam én azt válaszolni, hogy még nem az, de majd remélem lesz. Ezt a pecsétgyűrűt ezt én készítettem, egy nagyon kedves ékszerész barátom készítette, és együtt álmodtuk meg a mintát, és az, hogy miből álljon, mit szimbolizáljon ez az ékszer, és nagyon bízom benne, hogy egy nap majd mondjuk a fiúnokámnak mondjuk ezt át tudom adni, ezt a nagyapa hordta még a fellépéseken. Céloztál rá, hogy kicsit egyszerűbben, visszafogottabban öltözködsz. Most ehhez képest nagyon színes itt, amit láthatunk. Én most arra gondoltam, hogy elmegyünk egy tervezőhöz, aki nagyon letisztult színeket használ, de nagyon érdekes fazonokat. Let's go! Oké. Okay. Szűcs Áron márkája az Anró szezonmentes alapdarabokat kínál. A brandet az innovatív tervezés, a vásárlói igények figyelembevétele és a magas minőség jellemzi. Emellett a tervező odafigyel arra, hogy a ruhadarabjai minél jobban kihasználhatóak legyenek, és rendkívül fontos számára a környezetvédelem is. Áron, jártunk már nálad, azt már tudjuk rólad, hogy season lesz a kollekciód, ami tulajdonképpen mit is jelent? Season lesz röviden annyit takar, hogy nem az évszakok alapján tervezem, és időtálló termékeket, vagyis olyan szezonokon és éveken átívelő termékeket készítek, amik hosszú távon nagyon jól hordhatóak, illetve kombinálhatóak egymással. Nem használok pont ezért olyan pop színeket, vagy olyan adott divat színeket, amik tényleg csak egy-egy szezonban hordhatóak, vagy egy-egy szezon alatt divat utána, meg nyilván az ember nagyon gyorsan megunja, illetve maga a fazonok is sokkal inkább egy ilyen időtálló fazonok, amik nem egy-egy nagyon erős divat irányzatra épülnek, hanem inkább arra, hogy azokat az arányokat,
illetve azokat a funkciókat hosszú távon ellássák, amire mondjuk szükségünk van. Azért választottad ezt az elegáns vonalat? Igen, nagyon fontos, ugye a mindennapokban maga a célközönségem is alapvetően egy elegáns vonalat képvisel, amiben mindig nagyon fontos ugye a sportosság, ugye a nagyvárosban nem csak a megjelenés, de nyilván az, hogy kényelmesek is legyenek, illetve egy ilyen frissességet, egy lendületességet adjanak a viselőjüknek a ruhák. Úgyhogy minden termékemben megtalálható ugye ez a pici elegancia sportos részletekkel, vagy sportos fazonokkal. Ezért is jók ezek a seasonless termékek, hogy nagyon jól variálhatóak, és nyilván a viselőjük stílusához is nagyon jól igazíthatóak. Például ugye ez egy új termék, ez egy öltönynek az átdolgozása, elsősorban inkább a felső az, ami izgalmasabb benne. Az alapvető az inspiráció az volt, hogy egy olyan öltönyszettet, vagy egy olyan funkciónak megfelelő szettet alkossak, ami egy öltönyviselés során megjelenik. Ugye maga a felső az inkább egy ilyen coat jackinek a fazonja, de mégis az öltöny anyaghasználata visszaköszön a gyapjú formájában. Illetve nagyon szeretem azokat az izgalmas szabászati megoldásokat, ami során egy picit trükkel egy olyan részletet csempészünk az egyébként nagyon egyszerű és letisztult fazonú kabátnál, mint például ez a gombolópánt, ami mégis egy designer touch érzést ad a terméknek, viszont nem túl sok, és nem egy olyan dolog, amit nagyon gyorsan esetleg meg lehet tudni, vagy úgy kimegy a divatból mondjuk ezt. Ami igazából a funkcióját tekintve, ennek a pánnak az a lényege, hogy amikor ugye be van gombolva, akkor nagyon szépen egy vonalban tartja nyilván ezt a kabátot is, viszont amikor kigomboljuk, esetleg mondjuk egy kapusznis pulcsit veszünk alá, vagy mondjuk csak egy sima trikó van alattunk, de nem szeretnénk, hogy szétessen maga a jacky, akkor ugye át tudjuk patentolni, és akkor meg lesz ez a nyílás, alatta kilátszik az alsó réteg, de mégsem esik rajtunk úgy szét a kabát, szóval funkció is van ennek a pánnak, nem csak egy díszítő elem, hanem egy ilyen pici funkciója, hogy azért mégis úgy megmarad a sziluettje. Ami egyébként még nagyon fontos, hogy nagyon büszkén mondom el, az ugye a belső kidolgozása ezeknek a termékeknek, mivel ugye nálam a minőség az mindig nagyon fontos, és nagyon törekszek, hogy mindig valami pluszt adjak a termékekbe, hogyha már ilyen timeless, meg seasonless, és hosszú távon hordható termékeket, akkor nyilván olyan alapanyagokból is kidolgozással készülnek, ami ezt a hosszú távú használatot kibírja. Például a belső része egy kuprós sejemanyagból készül, illetve még ezek a nagyon szép klasszikus kidolgozások, ugye a zsebnél ezek a pici rejtett gombolópántok, ezek mind hozzáadják azt a fajta luxus érzetet, amit én azért szeretek egy-egy terméknél. Iszonyat puha, meg kell mondjam, hogy belülről iszonyat puha, tehát biztos, hogy nagyon sokkal kényelmesebb, mint egy sima ilyen poliészter bélés esetén, tényleg úgy érzem az ember, mint hogy egy vaj lenne rajta. Mivel itt ilyen vagy New Essentials nevet kapta maga ez a vonal, mert ugye olyan alaptermékek köszönnek vissza a kollekcióban, mint például a fehérring, mint például egy öltöny, mint például egy a trikó, illetve ezek a boxer hatású rövidnadrágok. Próbálom, hogy minden termék nyilván elérhető legyen, és még keresem azokat az elemeket, amik nyilván eladás szempontjából is mondjuk nagyon sikeresek, és akkor egy végén összeáll egy olyan erős portfólió, ami már tényleg egy márka építésre alkalmas. Én így is nagyon szeretem egyébként a kollekcióidat. Nézzük neked valamit, ami szerintem bőven tudunk válogatni, mert hogy pont azt beszéltük, hogy ugye a fekete-fehér színeket egy kicsit most megpróbálod feldobni a saját ruhatáradban, viszont itt pedig ezzel a színekkel, vagy ezekkel a színekkel tudsz játékosan öltözködni. Éppen ezért erre a szetre szavazni. Ami még eszembe jut a szetről, az az arányoknak a fontossága, ami azt hiszem, hogy nálad is egy elsődleges szempont a tervezésnél, hogy hol van elvágva, meddig tart ez a kabát, meddig tart a nadrág. Szeretem az 1/3-2/3 arányt tartani a tervezés során, itt is egy picit magasabb derekú a nadrág, ugye egy crop rövidebb állású jacky, ez egyébként átlagban sokkal jobban áll az átlag embereknek, vagy átlagban sokkal jobban áll az embereknek, hiszen egy hosszabb alsó résszel is, illetve egy rövidebb felső résszel mindenki sokkal látványos, vagy sokkal csinosabbnak tűnik, ugye magasabbnak, hosszúbbnak, karcsúbbnak, úgyhogy ezt úgy aránylag szeretem mindig tartani, mind a nadrág. Most látjuk, hogy egy picit bő a nadrág, természetesen minden alkalom, hogyha valaki egy ilyen szettet vásárol, akkor a nadrágot a személyre szabott alakjához igazítjuk, hogy milyen az a bőség, illetve mi az a derékmagasság, ami tényleg valóban neki a legalkalmasabb, vagy legelőnyösebb. És olyan, mint a vaj? Olyan egyébként, igen. Tehát, hogy itt azért most nincsen nagyon hideg ebben a showroomban, és még nincs melegem, igen. De hogy egy nagyon jó érzés, kellemes viselni. És nagyon jól áll a szürke. Köszönöm.
Úgyhogy szerintem ez kerüljön be. Érdemes megmaradni az alapszíneknél. Persze. Igen, nagyon jó. Nagyon szépen köszönöm. Azt gondolom, hogy az a teória már rég megdőlt, hogy a férfi öltözködés unalmasabb vagy kevésbé játékos, mint a női, és azt hiszem, hogy egyre bátrabb is. Úgyhogy köszönöm szépen nektek ezt a napot. Mi is köszönjük. Köszönöm. Most pedig Fanny a Fashion Weekről jelentkezik, ahol szintén a férfi öltözködés lesz a fókuszban. A Magyar Divat és Dizájn Ügynökség augusztus 28-ától változatos programokkal várja a divat iránt érdeklődőket itt a Fashion Weeken. A hét szokásosan egy kétnapos főrendezvénnyel zárul, amelyen a magyar és régiós tervezők 2024-es tavaszi-nyári kollekcióját ismerhetik meg az érdeklődők. Na de nem csak gyönyörű női, hanem férfi ruhákat is megcsodálhatunk itt. Én most megyek és megnézem Zsigmond Dóra bemutatóját. Nyilatkoztad már többször is, hogy a márkád a paraszti kultúra újragondolásából építkezik, és hogy ezzel is a kulturális örökségünket szeretnéd megőrizni. Na de most ez hogyan mutatkozott meg ebben a kollekcióban? Minden kollekció alapvetően ebből táplálkozik. Ebben a kollekcióban főként a nyári hangulat miatt is olyan gyermekkori emlékeket hívtam elő, ami erre az abszolút vidéki gyermekkori létre utal. Az inspiráció ez volt. A kollekcióban a színek erre épültek, az anyaghasználat, nagyon sok olyan textúrált anyagot használtunk, amiben ezek a fára emlékeztető erezett minták megmutatkoznak, vagy akár, ahogy láttátok is a kifutón, a smink inspirációja, az például egy ilyen tavi, vizes környezet volt, egy ilyen nedves tóparti jelenet, mint hogyha éppen kimásztak volna a vízből a modellek. Szóval az a környezet, ami engem körbevett gyermekkoromban, az volt a fő inspiráció, és ennek elengedhetetlen mellékszál a vidéki paraszti kultúra. Akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy a tervezés előtt régi fotóalbumokat nézegettél? Igen, szerencsére azok is előkerültek, nagyon jó érzés nosztalgiázni ilyenkor, illetve nagyon sok olyan emléket hoz fel az emberben, ami amúgy a hétköznapokban biztosan valahol mélyen ott van mindenkiben, de egy ilyen alkalom az tökéletes arra, hogy ezekhez kicsit visszanyúljon az ember. Milyen anyagokat használtál? Mert az egyik kollekciódban például 50-100 éves szövetekkel dolgoztál. Igen, ez a Remade vonalunkra igaz, ahol régi textileket dolgozunk fel, és kapnak új életet egy-egy új darab által, de alapvetően természetes anyagokkal dolgozunk, illetve olyanokkal, aminek megvan a megfelelő fenntarthatósági tanúsítvány, ezzel is odafigyelve a környezetre. Csak európai gyártóktól vásárolunk anyagot, tanúsítvánnyal rendelkező gyártóktól vásárolunk, illetve minden termék itthon készült. És az újdonság volt most, hogy női modelled is volt. Igen, ez az első szezon, amikor női modelleket is a kifutóra vittünk. Ez azért nagyon fontos, mert alapvetően a közönségünk ezt már igényelte, a vásárlók közönségünk nem csak férfiakból állt. Ilyenkor hogy kell elképzelni a Fashion Week előtti napokat? Mekkora az izgalom? Az izgalom az mindig nagy, meg izgatottak vagyunk, mert ez egy különleges esemény egy márka életében. A kollekció az nálunk már mindig korábban elkészül. Ez azért van így, mert a divat a szezonalitások szerint nekünk már egy évvel korábban el kell mindig kezdeni a tervezést, fél évvel korábban elkészül a kollekció. Mi ezt be tudjuk mutatni különböző eseményeken, Firenzében jártunk vele, Milánóban és Párizsban, és utána mutatjuk be itthon Budapesten is. Mindig a hordhatóságra törekszel, de azt gondolom, hogy ettől függetlenül nagyon egyediek a ruhadarabjaid, és azt is látom rajtuk, főleg az egyes mintákon, hogy rögtön fel lehet ismerni, hogy ez egy Zsigmond Dóra kollekciós darab. Köszönjük, ez egy cél. Minden ruhadarabot a funkcionalitás határoz meg elsősorban. Az a lényeg, hogy kényelmes és hordható legyen, de természetesen egy divatbemutatón nem ezt fogjuk kidomborítani, hanem inkább ennek a show jellegét. Ezért kapnak esetleg egy extrémebb sminket, vagy egy koncepcionálisabb sminket a modellek, de a ruhák maguk, hogyha leválasztjuk róluk ezt a nagyon sok réteget, ami egy ilyen divatbemutató során rájuk kerül, akkor önmagukban egy funkcionális ruhatárat tudnak képezni.
Említetted, hogy vannak női vásárlóid is, de azt gondolom, hogy azért a férfiak vannak többségben. Hogy látod most, mennyire bevállalósak a férfiak az öltözködés terén? Szerintem a férfiakat mindig is, hogyha így nagyon szeretnénk kategorizálni, akkor mindig is az jellemezte, hogy a ruha, amit hordanak, az kényelmes legyen, praktikus legyen, és betöltse azt a funkciót, amilyen alkalomra azt ők szánják vagy vásárolják. Szerintem ennek megfelelni a legnehezebb. Az én tapasztalatom szerint sokkal nehezebb férfi vásárlótnak ajánlani ruhát, vagy hogy ő megtalálja a maga ruhadarabját. Nekünk ez eddig sikerült, úgyhogy az, hogy a női vásárlóink felé nyitunk, az az inkább egy különlegesség. Jelenleg a Milan Fashion Week-re készülünk, ott fogjuk bemutatni ugyanezt a kollekciót, ott már egy szűkebb csapattal, kevesebb modellel, de ott is nagyon érdekes lesz a felállás, és oda is nagyon izgalmas koncepciót viszünk. Igen, az egyébként nagyon érdekes volt, hogy most a show az sokkal hosszabbnak tűnt, akkor igen. Több modell is volt, mint amennyi szokott egyébként lenni. Igen, ha jól emlékszem, eddig ez volt a leghosszabb bemutatónk, most 25 modellel dolgoztunk együtt. Ez nem semmi. Gratulálok a kollekcióhoz, és sok sikert kívánok. Köszönjük majd a következő szépen. Fashion Week-en is. Ennyi volt már a Stíló. Nézzetek minket jövő hét hétfőn is. Sziasztok!